Bohócnak nevezte Venezuela ideiglenes elnökét Nicolás Maduro, és biztos abban, hogy legyőzni Juan Guaidót egy előrehozott választáson. A venezuelai elnök erről egy végzős orvostan hallgatóknak tartott ünnepségen beszélt. Ellenfelét a nemzetgyűlés elnökét most először az új választások kiírására bíztatta. Miért nem írt még ki választásokat? Az állítólagos önjelölt miért nem erősíti meg a saját lázadását az emberek szavazataival? Írjon ki választásokat, önjelölt úr, bohóc úr, gyerünk, legyen mersze hozzá, mondta Maduro, aki szerint továbbra sincs humanitárius válság Venezuelában, ezért nincs szükség segélyszállítmányokra. Közben Juan Guaidó tovább gyűjti támogatóit annak érdekében, hogy a segélyek eljussanak Venezuelába. Ezúttal uniós nagykövetek álltak mellé. Maduro nem csak politikai okokból vesztette el az elnökséghez szükséges demokratikus legitimációját, de még a humanitárius válságot is tagadja, amely tovább súlyosbítja a helyzetét, mondta a német nagykövet. Guaidó legitimitását elismerte több európai ország és az Egyesült Államok is, de például Oroszország, Kína és Törökország továbbra is Madurót támogatja.